A régi rossz állapotú hivatal helyett egy teljesen új városházát kapott Dévabánya, amely kényelmes és modern terekkel várja a lakosságot és az önkormányzat dolgozóit. A város 2017-ben pályázott sikeresen a 640 millió forintos beruházásra. Így készülhetett el a város szívében az egykor elhagyatott ipari terület helyén egy új, multifunkcionális kiszolgáló épület, melyben működhet az önkormányzati hivatal, a Gyomaendrődi járási hivatal kirendeltsége, a kormányablak, közművelődési iroda és egy civil pont. Valánszky Róbert polgármester elmondta, habár július 9-e nem szerepel a naptárban a pirosbetűs ünnepek között, a dévabányaiak számára most mégis az lett. Nagyon szükségszerű, régóta magára várató fejlesztést tudtunk most behúzni. Azt gondolom, hogy az új városháza, ez az Integrált Hatóság és Igazgatási Központ egyértelműen a lakosok számára fontos. Egyrészt, hogy méltóképpen tudjuk az ügyeiket intézni, méltó helyen, számukra is megfelelő módon. Másrészt nagyon örülök annak, hogy a kormányhivatali kirendeltségésnek is helyet tudtunk adni. Nem kell akár egy személyigazolvány, akár egy jogosítvány, de számos olyan területet sorolhatnék még, ami a mindennapos élet részét képezi, de egyszerűen föl sem tűnik, de ezekért nem kell elutazni akár Gyomaendrődre, vagy akármelyik járási hivatal kormány ablakához. Helyben tudják a lakosok az ügyeket intézni. Mindamellett minden önkormányzati funkcióval bíró iroda is várja a lakosokat. Ez számomra a legfontosabb. Pogácsás Tibor, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára elmondta, a kormány arra törekszik, hogy minden településen a lehető legtöbb közszolgáltatás, egészségügyi szolgáltatás és a közigazgatás szükséges formái elérhetők legyenek. Dankó Béla országgyűlési képviselő kifejtette, ahogy a megye számos pontján, úgy Dévabányán is nagyon sok minden megvalósult az utóbbi években. Így már elérkezett annak az ideje is, hogy a település egy új polgármesteri hivatalt is kaphasson, amit minden helyi lakos kihasználhat. Dr. Krizsán Anett, a Békés megyei kormányhivatal igazgatója elmondta, öröm számára, hogy a városháza átadásának ők is részesei lehetnek. Dr. Latorcai János, a Magyar Országgyűlés alelnöke kifejtette, a vidék megtartó ereje az, amivel az elkövetkező időkben meg tudja tartani magát, a nemzetet is. Dévabányának pedig nem csupán ereje van, hanem természettel kapcsolatos harmóniája is. A Nemzeti Park és a Túzok rezervátum szomszédságának köszönhetően. Köszöntők után dr. Latorcai János, dr. Tírják Lászlóval, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatójával és Györfi Sándor Kossuth-díjas magyar szobrászművésszel leleplezték Györfi Balázs szobrászművész az új városháza előtt helyet kapó Túzoktyúk csibékkel című köztéri alkotását.